2018 Európai Uniójában utazva elfacsarodó szívvel láttuk, hogy Dél-Erdélyben kizárólag román nyelvű táblák tájékoztatják az utazót. Ám ha az ember dusványosra megy, mégse keserű szájízzel tegye azt. Elhatároztuk, igazi helybeli nedűvel, az igazi tiltott csikisörrel orvosoljuk keserűségünket. Itt vagyunk a Tusnádfürdői Szabad Egyetemen, mint ismert Székelyföld a csíkisör hazája, ezért úgy gondoltuk, hogy mi is megnézzük, hol lehet kapni egy korsóval a fesztivál területén. Sziasztok! Megkérdezhetjük, hogy mit isztok? Milyen fajta sör ez? Temesvári. És miért nem csíki? A temesvári jobban szeressük. Jobban szeretek a temesvárit? És miért jobb a csíkinél? Mert finomabb. És mi csíkit keresünk, hol lehet itt csíkit kapni? És mi a baj a csíkival? Most szeretem a temesvárit. Hát akkor további jó szórakozást! Ivott itt már csíkisört? Én antialkoholista vagyok, úgyhogy én semmilyen sört nem szoktam inni, egy csíkisört sem. És véletlenül nem tudja, hogy merre lehet kapni, mint híres fesztivál szervező esetleg? Hát ez a fesztiválnak a szervezéséhez nincs közöm, úgyhogy sajnos nem tudom megmondani. Jó. Egyébként a hirdetésekben ráadásul azt láttam, hogy az Ursus a szponzor, tehát nem tudom, hogy attól még gondolom, ezek szerint lehet kapni csíkisört is. Mi is keressük, de eddig nem találtunk. Okay. Köszönjük szépen! Volt már csíki sört itt? Nem, de ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy sört sehol nem szoktam inni Magyarországon sem. Semmilyet. És mit szeret inni? Bort, igen, pálinkát, igen, meg ami nem alkohol, de sört speciál nem. És jászokat kóstoltam már? Mondom, nem. Az sem? Nem. Pedig az híres. Köszönjük szépen. Pedig jó Sziasztok! Ittatok már itt csíkisört? Csíkisört még nem, más sört ittunk, de nem ajánljuk, nagyon rossz. A sör rossz, igen, fröccsöt kell inni, tehát szerintem az az igazi, meg pálinkát persze. De a csíkinek örülnétek? A csíkisörnek? Hát, főleg, ha ingyen van. És kerestétek, hogy van-e itt valahol? Mert mi nem találjuk, itt keressük már fél órája. Viszont van itt egy nagy átverés, ugye hát most az a csíkisörgyár, ami a csíkisörgyár volt, vagyis hogy a csíkszeredai csíkisörgyár, most úgy reklámozza, hogy a csíkisörgyár terméke például a Hargita sör, és akkor most a csíkisör, ami a simoni csíkisör, fel van háborodva arra, hogy nem is az a csíkisör. Szóval nem tudjuk már, melyik a csíkisör, ez a baj. Tavaly volt itt egy csomó csíkisör, ti voltatok? Tavaly is voltunk, évek óta járunk, de nem a csíkisörre utazunk. De azért kaptatok ilyen matricát a mellkasotokra, hogy ti is tiltottak? Láttunk egy csomót, de nem, mi nem vagyunk tiltottak, totál legálisak vagyunk. Jó. Nem használtuk. Köszönjük jó szépen. Jó a pólom? Tényleg jó a pólom, és tényleg székely bicska. Hiteles? Ez hiteles, azt hittem az elején a szemüveged miatt, hogy ez egy pillangó bicska, de nem, mert csonnyeli székely bicska, rendben van. Jó, rendben van. Köszönöm nem szépen. Itt vettem két éve, úgyhogy autentikus. Muszáj az legyen. Bár nem minden arany, ami fénylik itt sem, tehát itt is azért bele tudsz futni kínai kokárdába mondjuk például. De ennek kínai kokárda? Kínába gyártott kokárda. És rajta van a Népköztársaságnak a címere? A PCR, persze, de nagyon elrejtve, de ennek van márkajelzés ott hátul, ott, hogy hiteles. Ez Sinclair T-shirt. Így van. Ezt a márkát sem ismerem még. Ez hiteles pedig, ez itt nyomulnak. Köszönöm. Nekem nincs ilyenem, de majd vadászunk. Jó, köszi szépen, sziasztok. Sziasztok! A csíkisört nem találtunk. Legább Bobó és Bill újra együtt, úgyhogy ezt meghallgatjuk. Egészségetekre! Úgy tűnik, hogy végre révbe értünk, legalábbis a mögöttem lévő tábla erről árulkodik. Menjünk be és lássuk a medvét.
teljes a siker, ráadásul többféle is van. Vettünk egy bornát, meg egy csíki mézeset, ugyan nem a fesztivál területén, hanem itt egy kisboltban, de legalább lesz mit innen. Nézd a sorsa a magyarnak és a székelynek, nagy a jaj, ez a baj, erről kell énekeljek. Szomorkásan vigadunk, tölts a pohárba, ne csükk egy pici nép borúimába. Isten áld meg a magyar csókedve bőséggel.